Live vagyunk, sziasztok mindenki! Hát Ez reméljük, van. hogy szuper jól lehet minket hallani! Nikolát! És Krisz! És Krisz! Sziasztok! Közben én meg itt köze... lecsekoljuk, Igen, hogy minden működik-e, de egy működik. kicsit mesélek arról, hogy miről lesz szó itt ma este. meg hogyha esetleg látjátok, meg halljátok ezt a élő közvetítést és streamet, akkor egyetek szívesen, írjátok meg, sziasztok. hogy minden meg oké. Ezt. Na, ezt a közben már el is indult. Hát itt elindult valahogy. El Na, YouTube. Na, meg leszünk. Csak itt új setupunk van, meg ahogy láthatjátok, most nem egy, Nincs ilyen, fél. nem egy ilyen full extra szettel jöttünk, mert egy ilyen random bejelentkezéses, random bejelentkezés ez. Az a jó ír, hogy mikrofonunk van, szóval a hang az remélhetőleg jó, de tényleg, hogyha itt vattok élőben, már látom, hogy néhányan becsatlakoztatok, akkor csak írjátok be azt, hogy minden oké okay, látni és hallani. Na és ugyebár a mai... Edik, de de mesélj, én meg megosztom a Boldog Közösségben és akkor itt a dolgokat. Jó, szupi. Na, képzeljétek, a mai téma az az lesz, hogy köteleződj el az önmagadként létezéshez, és lesz egy jó kis sorsolás. Azért, mert képzeljétek, a hét elején jött az az inspirációid Nikolett által, hogy ugyebár most zajlik a Boldog Közösség Facebook csoportban ez az elköteleződés kihívás, ahol várjuk az ilyen inspiráló történeteiteket, meg hogy hogyan változott meg az életetek azáltal, hogy elköteleződtetek az életetek mellett, és ehhez kapcsolatosan így fölmerült az, hogy kisorsolunk azok, akik beküldenek posztot a Boldog Közösség csoportba ezzel a hashtaggel és a saját sztoriukkal, közöttük a ma este, és például akik beküldték ma délig, szóval azok között fogjuk kisorsolni a Being You tanfolyamon való online részvételt, mert mi már az a helyzet, hogy itt vagyunk Olaszországban, tegnap érkeztünk, és holnap reggel megyünk tovább a kastélybe, és ugyebár holnap délután már kezdődik a program, és mi szerettük volna azt, hogy, hogy még ezelőtt ki tudjuk sorsolni. Na látom, hogy már közben itt vattok élőbe, okay. Beatrix is írja, hogy minden oké, okay. sziasztok, szuper. Szóval is szerettük volna azt, hogy... Egyrészt egy kicsit mesélünk majd így az elköteleződésről, és nem tervezzük olyan hosszúra nyújtani, majd megnézzük, hogy mit hoz az energia de lényeg, hogy ugye holnap kezdődik majd a Bingi tanfolyam, és akkor erre lehet nyerni, egy szerencsés nyertes, most fog nyerni egy online belépőt. Szóval velünk tarthat mind a két és fél napon, mert ugye bár holnap délután kezdődik a első etap, Nikolett megnyitójával, és lesz egy jó kis kerekasztal beszélgetés, és akkor szombaton meg vasárnap, akkor meg 9.30-tól délután valameddig fogunk várni benneteket, és az a jó hír, hogyha esetleg valaki esetleg még meggondolja magát, például holnap akkor még ugyanúgy be tud csatlakozni, mert mondjuk egyből megkapja a linket. Sokszor szokott az lenni, tudjátok itt tanfolyam előtt, hogy ilyen last minute emberek jönnek, meg hát a humanoidok legtöbbször így működnek, hogy a határidő mindig nagyon-nagyon inspiráló, és lehet, hogy valaki úgy van vele, hogy átbasszus, érzem az energiát, és én szeretnék ott lenni. Siker? Fú, azt hiszem, hogy siker, Várjátok, hogy <laughs> megnézem, mert ugye, na, szóval azt kell tudnotok, hogy a, a Facebook megváltoztatta a csoportokba való streamelést, és már nem tudunk applikáción keresztül streamelni a csoportokba, ami azért probléma, mert ott nem tudjuk megosztani a képernyőt, és akkor nem látjátok majd ezt a sorsoló applikációt, amiben beletettük az összes embert. Egyébként nagyon hálásak vagyunk, mert közel 90 uh, sikertörténetet osztottatok meg, 90-en osztottátok meg a saját történeteteket az elköteleződés kapcsán, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért nektek. A Rebeka jó sokat dolgozott vele, meg a srácok, Petráig, de nagyon köszönjük nektek, hogy megosztottátok a történeteiteket, és örülök, hogy tudtalak egy picit még inkább sarkalni benneteket arra, hogy meséljetek magatokról ezzel a szuper kihívással, meg ezzel a klassz nyereménnyel. Úgyhogy, bocsi, azért csekkolgatom csak itt, mert a mert nem közvetlenül a Boldog Közösség csoportban megy ki ez a live, hanem a YouTube csatornánkra, meg a Nikolát.com oldalára, és most ezt próbálom csak ellenőrizni, hogy akkor mindenki a csoportban is megtalálja közbe, a a videóját. Közben mesélek egy-két izgalmas dolgot okay. na, azzal kapcsolatban, hogy majd érdemes megnézni ezeket a posztokat, mert tényleg nagyon-nagyon inspiráló például. Tegnap este pont a Nikolett olvasta fel nekem, mert így éppen még, Facebookozott, meg nézte ezeket a jó kis posztokat, meg engedte ki, és akkor tényleg volt olyan, aki, aki most eh, csatlakozott be először, amikor volt ugye bár a nagy átalakulás kettő program, ez április elején volt, és például akkor találta meg a nicolette.com-ot, és akkor utána tényleg jött ez a, ez, a, ez a görgetek, hogy akkor nagyon tetszett neki az online program, fú, akkor elkezdte megváltoztatni a dolgokat, akkor utána egyből jött a brilliáns próba, rövid idő után, aztán pár hétre rá rögtön brilliáns maxtag lett, és hogy így megállíthatatlanná vált az életbe, és az a durva, hogy ez nem csak ilyen egyszeri történet, hanem rengeteg ilyen van, meg egyébként sokszor mesélik azt is akár, vagy Nikolettnek is megszokták osztani, hogy fú Nikolett, amikor először hallottalak, akkor még lehet, hogy mit szoktak mondani, hogy ilyen, nem tudom, irri... hát, vagy irritál, vagy valami ilyesmi, hogy úgy nem, nem, volt meg az, hogy ilyen, na, akkor nem tudom, mennyire szimpatikus ez a nő, hanem, hanem úgy éppen az ellenkezője, aztán utána ezt az ellenállást így sikerült, nem tudom, valahogy leküzdeni, vagy neked sikerült átmenni ezeken a falakon de hogy tényleg tök sok olyan dolog szokott lenni, hogy először az embereknél ez az ellenállás van, meg utána meg megváltozik az életük. Figyelj, nem akarsz cserélni, mert itt, itt, jobban jön a fény, és akkor itt nem sokkal... Nagyon jó. Jó így? Persze, nagyon nekem kés. teljesen minden. Ez a mai láb nem arról hogy jól nézzünk, Krisz. Komolyan? Igen. <laughs> hát. Igen, nem arra szó, hogy jól nézzünk ki. Na, hát én annyira hálás vagyok nektek, köszi, hogy itt vagytok ilyen sokan. Szerintem, még egy utolsó double nézek a csoportban, de szerintem Sikerült, megosztottam kétszer is a boldog közösségben. Egyrészt megosztottam a, a live videót, ezt majd ki fogjuk pinelni, és megosztottam a YouTube videót, és az is, az elég szarul néz ki. A másik az egy fokkal jobban nézett ki. Aha. Jó, nem, Jó, nem Ez baj. Ez van. Ez van. Ez Kocsi. a helyzet van vannsága. Ez a helyzet vannsága. Cédrus, nem vittétek magatokkal, Hát mesélje, Cédrusról küldtek Mesélják. videót. Mesélják. Hát képzeljétek el, muszáj mesélni egy kicsit a Cédrusról. Cédus Áginál van, ugye megismerkedtünk Ágival még, hát rögtön ott az elején, amikor a Cédus törökbe mm. fogadtam. Ugye én nem egy klasszikus gazdi vagyok, akinek tényleg minden ideje megvan a kutyusára, bár szerintem sokan tudtuk ezt kapcsolni, mert az ember 8 5 dolgozik, akkor se tud egész nap a kutyájával lenni. De hát én ugye nagyon sokszor reggel 6 este 11-ig dolgozom, úgyhogy szegény kutya nagyon sokszor ott áll az íróasztalom mellett, néz engem, hogy Nikolát. És Ági, aki egyébként a Cédusnak a nagy mamája, hívjuk így, é, imádja a cédrust, ő vállal ilyen kutyaszitterkedést, és um, még rögtön az elején megismertük egymást, és hát amikor Áginál van a cédrus, akkor ők ilyen napi 10 kötőjel 30 km túráznak, és a cédrus elképesztő jól néz ki mindig, amikor hazajön. Aztán otthon van velem, és most is Ági, neki van Horvátországban egy lakása, és most elment Horvátországba egy kicsit pihenni, és emiatt a cédrus végig velem volt otthon és amikor vittem most Ágihoz, mielőtt indultunk Olaszországba, Ági mondta, hogy Cédruskám, jaj, hogy meghisztál, <laughs> mit, adtál ennek a kutyára, és így nézem a cédrus, mert a tesóm is mondta, amikor voltunk anyukámnál a hétvégén, hogy, úgy meg van hízva a cédrus, nem mondom, de hogy van, hagyjátok a kutyámat, és tényleg megnövesztette a popóját, <laughs> mert hát nem túrázott olyan sokat, de kaját megkapott rendesen, úgyhogy amúgy jól van, nem hoztuk magunkkal. Most otthon van a cédrus Ágival, de küldötte meg, nagyon én. jó videót a a ágia Cédrusról, mert ilyenkor az van, hogy Nikolettnek megy az élő közvetítés, Igen. <laughs> messenger el. és Napi 15-15, és akkor nézhetem, hogy a Cédrus miket csinál. Egészen. És akkor voltak ilyen videók, hogy a Cédrus ilyen nagy, meredek dombon, ilyen sziklás valami részen megy hústa fel, fel szinte húzta fel az Ágit a, a dombtetőre, meg a hegytetőre, durva. Szeret cukik. menni. Szeret. Úgyhogy a Cédrusnak a leges-leges legjobb helye van. Nagyon vicces, mert ha megyek Cédrusért Ágihoz, akkor úgy szokott lenni, hogy nem is érdekli többi Ági, és akkor beszáll a kocsiba, és akkor azt is elfelejtette, hogy ott járt. De ha megyünk Ágihoz, akkor visszafelé ugyanezt történik, hogy ahogy meglátja az Ágit már a kocsiba, kipattan, rohan be az udvarra, és soha többi hátra se néz, és mind a ketten mindig meg vagyunk sértődve. Ha én viszem hozzá, akkor Ági, ha meg Ágihoz megy a kutya, akkor meg én. Úgyhogy így vagyunk most. Kis cédring, a mai témában. Sorsolásba. vagy? A sorsolásba? Hát akkor mi mesélünk egy kicsit. Mesélgessünk. Hát, vigyú, igazából én téged akartalak meginterjúvolni. Wow, na meséljünk. Szóval azt szeretném, volna, mert én már nagyon sokat meséltem az elköteleződésről. Mm <sukl> Mikor voltál az első bástam folyamodon? Hát kb. kettő évvel ezelőtt. Kettő voltam ezelőtt. először. Na, engem nem akarom hosszúra nyújtani benneteket, nem akarjuk a ti időtöket cserabolni, mindjárt kisorsoljuk a nyereményt, csak. Gondoltam, hogy ha már itt vagyunk, én már annyit meséltem nektek az elköteleződésről, meg ezekről az eszközökről, hogy egy picit a Kriszt is meginterjúvalom, hogy nem tudom, röviden pár perc, vagy mesélsz -e nekünk arról, hogy mondjuk az elmúlt két évben mi, mi minden változott benned ezzel a témával kapcsolatban, akár önmagadként létezéssel kapcsolatban, akár az elköteleződéssel, meg hogy hogy miben látod ezt másként, mint mondjuk korábban. Hát, ha tudsz inspirálni itt másokat te is. Hát korábban ez így nem volt ilyen tudatosan jelen a világomban, szóval azért szerintem azért voltak olyan szakaszok, amikor itt tényleg igazán önmagam voltam, de aztán csomó olyan dolog volt az életben, ami aztán azt vettem észre, hogy nem. És például nyilván az, hogy voltam először egy access bar az tök izgalmas volt, úgy tényleg meghívtál, meg engem is úgy érdekelteti, mert meg engem minden érdekel, szóval a ami ilyen önfejlesztés témá, én minden ilyen dolgot szeretek kipróbálni, és úgy mindennek meg is van a helye. És e, úgy akkor még úgy nem tudom, nem is volt itt annyira a világomba, és utána azt vettem észre, hogy egyre aktívabban elkezdtem így tanfolyamokra járni. Ugye bár volt a Access Bar, utána rögtön elmentem rá talán két hétre rá egy alapozó tanfolyamra, aztán utána rá egy-két hétre a lehetőségek választása tanfolyamra rá három hétre már mentem a kastélyba, de innen lettam szóval én ne lettem folyamra. szóval így, így jöttek, jöttek. jöttek, egymás után, szóval tényleg ilyen két-három, egy, mondjuk egy ilyen két hónap alatt olyan sok tanfolyamon voltam, hogy hogy wow, az durva volt, és egyébként tök durva, mert pont a kastélyba, amikor két éve voltam, de innek a, egyébként az volt a címe, hogy No More fucks to Give, ezt most nem fordítom le, de az volt a tanfolyamnak a címe, um, Sikert? Ez véletlenül volt. Aha, semmi Nem Válaszolni. Emesém, én csak válaszolni akartam az üzenetedre, hol írtad, hogy jól ki, és véletlenül kitöröltem, mert a rossz gombra nyomtam, bocsi. Nem szándékos volt. Akartam írni, hogy köszönjük. Szóval, amikor ott voltam ebbe a tanfolyamon a kastélyba, ugye pont honlap menjünk megint oda, akkor kérdeztem, mert hogyha valami érzem az energiát, akkor kiállok kérdezni. És sokszor az a durva, hogyha ti is mentek tanfolyamra, hogy lehet, hogy még nincs meg mentálisan a kérdés, de érdemes kiállni. Szóval ott van az energia, és mire rád jut a sor, addigra ott lesz a kérdés, vagy nem, és azt mondod, hogy itt vagyok, de nem tudom, mi a kérdésem, és akkor a facilitátor segít előtérbe hozni, hogy mi a kérdésed. És akkor én is kérdeztem Déntől, és akkor az elindított egy olyan lavinát, mondhatni, ami, ami nagyon sok mindent így átalakított az életembe, és most Hát nyilván én azért, szóval hajlamos vagyok sokszor mondjuk úgy, hogy nem tudom lemondani magamról, de én az a durva, hogy ezt nem úgy élem meg. Szóval én, én valamennyire én csak úgy, úgy, szeretek lenni, meg szeretek adni mindig másoknak. Viszont nekem is fontos ezt is sokszor felfedezni, hogy, hogy úgymond hol vannak ezek a nem tudom, keretek, határok bármilyen együttműködésbe, és ez azért változik bennem. Szóval nem nagyon tudok még úgy nagyon részletesen megosztani dolgokat, hogy mit jelent a elköteleződés. Nyilván olyan dolgok ugranak, hogy például a szuper jó volt, hogy tavaly decemberben elmentem de innek szintén a Bing után folyamára Mexikó city -be. szóval úgy, úgy magam miatt választani dolgokat. Vagy valahogy így volt bennem, de egyébként ez még nekem is egy ilyen végtelen fölfedezés. Mm. Önmagadként létezni, meg elköteleződni? Az elköteleződésem, hogy nem volt gondom itt soha, szóval én mindig ólin voltam mindenbe. Uh -huh. És, és ez mindig, hogy nem tudom, régebben is akár bármilyen, bármit eldöntöttem, én, én véghez vittem mindig. Meg, meg tényleg, hogyha valamibe, nem tudom, tényleg mi is, amikor elkezdtünk így együtt teremteni még az elején, én tényleg úgy volt, hogy oké, okay, alakult, alakult, aztán hát teremtsünk akkor minél többet, és én mindig-mindig teljes figyelmemmel ott voltam mindenhol. Én ezt azért szeretem magamba, hogy hogy én ha úgy valahol ott vagyok, akkor úgy ott vagyok. Úgy ott vagyok a figyelmemmel, meg úgy, meg úgy mindennel, meg úgy igyekszem figyelni mindenre, meg mindenkire. Például megyünk holnap is a kastélybe, és ott is úgy jó úgy lenni, hogy, hogy úgy tudod, hogy nem csak résztvevőként, vagy nem tudom, szervezőként, hanem úgy, úgy figyelni minden részletre, hogy nem az online dolgok jól mennek, akkor jól érzek magukat a részvetők, de emellett egy kis SOP varázslat is jöhet, szóval azért elég sokrétű. Hát nagyon köszi. Picó, belevágunk akkor a sorsolásba? Oké, szuper, megosztjuk a képernyőt, ugye? Igen, szerintem ezt egy külön ablakon egy, egy percet kérünk szépen tőletek. Um, az ez lesz. az, ugye? Igen. Aha, szuper. Jó, elvileg most fogjátok látni a képernyőn. Aha. Na, milyen jól néznek, pont a flóreggeles átteret rakta be. Aha, igen, na ezt okay. nyom meg te a gombot, mert... Én nyomd meg. Ja, akkor ti most látjátok. Igen. Á, ah, oké. Ja, mert ez van berakva az ez a van berakva. meg te. Bizti? Meg egy szerencsésebb kezed van. Na lássuk. Új, ez nagyon izgalmas. Ez az eddig egyik legnagyobb nyeremény, amit meg lehetett nálunk nyerni. Tök. 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 Hoppá, hoppá. Andrea. Várjatok, lefotózom. Hú, hú. Hát gratulálunk! Na, akkor vissza is jövünk ide, levesszük a, a share screen-t, reméljük, hogy fogtok is látni Én bennünket. Osztam. Na, szuper. Akkor... Hát gratulálunk! <laughs> a nyertesnek az a jó hír, hogy kedves Andrea, te nyertél egy online részvételi lehetőséget a Being You tanfolyamra, ami a kastélyban lesz holnap élőben, és onnan fogjuk közvetíteni profi képpel, profi hanggal, zoomon keresztül lehet részt venni, és az a jó, hogy nem csak a két napos tanfolyamon lehet részt venni, mármint hogy a szombat vasárnap, hanem az előprogramon is, ami meg holnap délután lesz, kerek, lesz kerekasztal beszélgetés. És akik ja. egyébként nem nyertetek, ti se szomorkodjatok, szomorkodjatok, mert még mindig lehet jönni egyébként. Meg van lehet. egy új ötletünk, amit aztán, ez szóval, hogy Ugye ezzel a mai nappal vége van az elköteleződés kihívásnak itt a Boldog Közösség csoportban, de én arra biztatnálak benneteket, hogy ha van történetetek, akkor, akkor továbbra is osszátok meg velünk, mert én szerettem volna még valamilyen ajándékot adni nektek ezentúl, és majd kitaláljuk, mert valami hanganyagot szerettem volna nektek ajándékozni. Lehet, hogy csak külön készítek egy hanganyagot, ami, majd néhány nyertesnek oda ajándékozunk, szóval érdemes továbbra is megosztani a történeteiteket, szóval ne hagyjátok abban, mert nagyon inspiráló mindenkinek. És volt egy szuper ötletünk egy másik kihívásra, ami itt van még a tarsolyunkban, úgyhogy amint vége ennek a kihívásnak, úgy majd indul is a következő. Szóval köszönjük, hogyha még meséltek nekünk magatokról, és nem, nem tartjátok magatokban, mert nagyon-nagyon inspiráló mindenkinek az, hogy ha megosztjátok a saját történeteiteket, meg sok mindenkinek úgy erőt ad, hogy sokszor én is éreztem azt, hogy megakadtam a saját életembe, és akkor elolvastam valakinek a sikertörténetét, és ez megint erőt adott ahhoz, hogy jó van, na, megyek tovább, nem baj, most még itt vagyok, de megyek tovább. Úgyhogy meséljetek csak, és köszi, hogy itt vagytok velünk. A következő kihívást is majd megosztjuk veletek. Aki pedig teheti, gyertek velünk. neked ehhez a sok sikert yes. sztorihoz. tényleg az, hogy te is, te is, ahogy elindultál az úton, meg nyilván ahogy valaki írta is, hogy egy ilyen kézműves vállalkozásból mivé tudott ez növekedni, és még úgy ezen túl is, hogy úgy, hogy úgy mennyi embert inspirál ez, mert amúgy ez viszi előre az egészet. Szóval tényleg az, hogy lehet, hogy valaki azt a részét látja, hogy nem tudom, már nem vagy olyan módon elérhető, de viszont ott van ez a része, hogy viszont mennyivel ezerszer több emberre tudsz hatással lenni, pusztán azzal, hogy készül, készíted minden nap a hanganyagokat, vannak live-ok, -ok, szóval gratulálok neked. Köszönöm. Egyébként ezt el akartam nektek mesélni, hogy én tudom, hogy amikor az elején elindult mondjuk a, a brilliáns tagság, és mondjuk voltunk 30-an, aztán 50-en, aztán 100-an, és akkor körülbelül amíg ilyen 300-an voltunk, addig ilyen nagyon családias kózi hangulat volt. Egyébként szerintem most is az. Uh -huh. Érdekes ez az egész, hogy néhány ember számára úgy változott ez az egész, mert sokkal többen vagyunk, 1500-an körülbelül a brilliáns tagságban. Uh -huh. De bennem semmi nem változott. Én, én talán egy dolog, hogy sokkal sokkal lelkesebb vagyok, és rendem sokkal jobb minőségű hanganyagok készülnek. Akkor is szuper hanganyagok készültek, de hát azért négy és fél év gyakorlata hanganyagkészítésben azért az, 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 az nagyon. Az, tehát, hogy, hogy nagyon sok izmot építettem hanganyagkészítés ügyben, szóval. Ha álmomból felkeltenek, képes vagyok készíteni egy, egy témát, leülök és csinálok róla egy 25 perces hanganyagot, és nem lesz unalmas, ezt garantálom. Szóval, hogy sok minden változott meg, hát nyilván én magam is, szóval sokkal mélyebbek ezek a hanganyagok meg. Szóval más, más, hogy szólítják meg az embert, mint mondjuk négy és fél évvel ezelőtt. És, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen messzire eljutottunk ezzel az egészszel, és hogy ennyi tudott növekedni. És én egy percig se bánom, hogy nem maradtunk ez műves vállalkozás, és nem is szeretnék soha visszamenni oda azért, mert annak is megvolt az értéke, természetesen, de látva ezt, hogy milyen sok emberhez eljutunk, és hogy mennyi embernek az életét megérintjük, és és mennyien nem mondják el a történetüket. És uh -huh. közben tényleg megváltozik az egész életük, az fantasztikus, és nagyon köszönjük nektek, hogy ti is részesei vagytok ennek, meg hogy hogy sokkal inkább magatokat választjátok és elköteleződtök. Szóval nagy hála nektek is. Nem neked is hát meg, meg szuper látni azt, hogy hogy nyilván lehet így is nézni ezt az egész sztorit, csak én, én inkább azt látom, hogy hogy mennyivel többet lehet így teremteni. Szóval például, ahogy most is hétről hétre, hónapról hónapra egyre inkább bővül a csapat, és tényleg mi is szoktunk így beszélgetni erről, hogy mennyire szuper csapat, épült itt az elmúlt időszakban, és hogy milyen hálásak vagyunk azért, hogy hogy úgy tud ez történni, mert itt is az, hogyha valaki például előkészíti nekünk itt a dolgokat a live-hoz, igazából fogalmatok sincs szerintem, hogy mennyi háttér mennyi, mennyi folyamat fut az egész mindenség mögött, gondolva arra, hogy igazából nem nagyon van olyan, olyan tagság, meg membership, ahol naponta van tartalom, és, és Kittinek is az energiája, hogy minden este ott van a gépnél, és kiposztolja, és korábban tényleg Berni csinálta nagyon sokáig. Igen, Igen. Akkor utána például tényleg az ügyfélszolgálatra bármilyen kérdésetek jön, szerintem ti is tudjátok jól, hogy a csajok mennyire profik, és mennyire segítőkészek, és nem az van, hogy le akarnak rázni benneteket telefonon, hanem meghallgatnak bennetek, segítenek me titeket, adnak eszközöket. Vagy ugyanúgy tényleg a Kriszti, és hogyha valamilyen, nem tudom, céges folyamat van, vagy bővül a csapatunk, akkor mi mindig, mindig biztosítva vagyunk arról, hogy mindenki a lehető legtöbbet nyújtja. és szerintem ezt is nézhetjük, hogy én inkább erre helyezném a figyelmet, hogy mennyivel többet lehet így teremteni, mert... Meg adni. Igen, meg, meg, meg az, hogy, a, hogy, ez az erő, ez összeszorzódik. Szóval nem az van, hogy összeadódik, hogy most nem tudom, most például mondok, van itt 15 ember a nál néhányan korcsapattagok, néhányan külsősök, és még sokkal több állvállalkozó, hogy, hogy van ez a X ember, és nekik összeadódik az energiájuk, hanem inkább összeszorzódik. Hm. És tényleg mi is, amikor még elkezdtük így csinálni, vagy amikor nem tudom, mi Mexico voltunk, hogy ahhoz képest most már mennyire másképp tud az egész működni, és, és a minőség nem csökkent, sőt, 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 mi mindig azon vagyunk bármivel, hogy egyre ütősebb dolgokat tudjunk nektek adni. Igen. És hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Tényleg még egyszer Andreának gratulálunk, meg fogjuk őt keresni, majd beszélek a csajokkal, hogy akkor keresjük meg őt. Lehet, hogy már Rebeka írt is neki esetleg, mert ugye ott van a Facebook csoportban. Úgyhogy várjuk őt szeretettel a BingU-tanfolyamra a hétvégén. Ti meg, hogyha szeretnétek, akkor csatlakozzatok hozzánk online is, részt tudtok venni ezen a tanfolyamon. Holnap délután kezdünk, ha nem tudtok holnap délutánat lenni, semmi baj, mert vissza tudjátok hallgatni a felvételeket. És akkor szombat vasárnap reggel 9.30-kor kezdünk, és valamikor délutánig tart a tanfolyam. És nagyon köszönjük, hogy vagytok. Még két mondatot mondhatok. Persze. Hogy képzeljétek el, hogy elvállaltam, hogy doktor Dén hírnek a újonnan megjelenő, magyarul újonnan megjelenő eh, testútogás című könyvének a, a könyvklubját eh, levezetem, ami azt jelenti, hogy hét héten keresztül, minden héten egyszer találkozunk Zoomon keresztül. Eh, az első alkalom jövő héten csütörtökön lesz, ahol dr. Dén Hír lesz a vendégem, lesz magyar tolmácsolás dr. Gáréka magyar hangjával, és utána a következő hét, a hat hétben fogok beszélgetni öt darab minősített facilitátorra, különböző fejezeteken fogunk végigmenni a könyvből, fogunk felolvasni belőle, meg mi a saját tapasztalatainkat fogunk ezekről mesélni, illetve hát a legtöbben már voltunk testsútogás tanfolyamon a dénnel, úgyhogy szerintem egy csomó klassz eszközt meg fogunk osztani veletek. Ez egy teljesen ingyenes program, nem mi szervezzük, hanem a Dénnek a csapata, én csak a házigazda vagyok, hogyha szeretnétek velünk tartani, akkor mindjárt betesszük ide Krisztel nektek a linket, hogyha vártok egy másodpercet, akkor én ki is tudom keresni. Szólj, hogyha látod, itt van. Uh -huh. Mert hogyha mi berakjuk itt a linket, akkor azt megosztja mindkét. Volt egy ilyen short link. Te nem, ez Nem. Uh, itt lesz ez. Okay. Már is berakjuk nektek ide a linket. És hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velünk. Lesznek felvételek is, szóval nem tudtok élőben ott lenni, vissza tudjátok hallgatni a felvételeket. Ez a drdénhír.com per testsuttogás, ott tudtok regisztrálni. Fölkerül a Kacsabitokba, a Dén mappájába a Kacsabi termék, ott lesznek a felvételek is, utólag vissza tudjátok hallgatni. Úgyhogy gyertek, tartatok velünk, szerintem szuper klassz, azt mondjuk, hát dénnel együtt lenni egy órán keresztül, az mindig fantasztikus, és egy csomó mindenről fogunk beszélgetni, úgyhogy várunk benneteket ott is, és a következő hét hétben szeretettel, és jó, hogy vagytok, köszi szépen! És amúgy érdemes, mert ilyen jó kis menő appon keresztül lehet a tartalmakat elérni, a Kajobin keresztül, szóval nem csak, szóval ingyenes program, de egyébként szerintem nagyon-nagyon sokat fogadni. Igen, abszolút. És fantasztikus vendégeim lesznek. Kovács Angéla, Palacskó András, DNS Maja, Resetárosi, Békési Veronika és az Ubrecki Anna, aki a könyvet fordította, nem csak Anna hárman fordították a könyvet, és Anna lesz a vendégem, aki majd mesél arról, hogy milyen volt ezt a könyvet fordítani, meg mi minden hozott fel benne, azért az Annának jó kis történetei vannak, meg ő fantasztikusan tud beszélni, úgyhogy az biztosan nagyon klassz lesz, de az összes többi beszélgetés is hogyha szeretnétek megvásárolni a könyvet, akkor miután regisztráltatok a Dénnek a weboldalán keresztül, akkor kapni fogtok egy meghívást egy telegram csoportba, és ott a Nyisztor Orsi-nak is, meg ha jól tudom, a Takács valakinek még volt könyve, megosztjuk veletek azt is, és, és meg tudjátok rendelni magyarul már a könyvet egyébként, mert az összes, a legtöbb embernek, aki árulja otthon az Excess könyveket, már megérkeztek a héten a, a testruttogás könyvek is, úgyhogy azt is be tudjátok szerezni. Meg majd a Facebook oldalunkra, hogyha gondoljátok, menjetek föl, és ott meg tudjátok nézni, hogy mennyi programunk lesz júniusban. Mert szerintem ez az egyik legdurvább hónap eddig, hogy, hogy annyi hívás lesz, meg annyi minden, hogy így felsorolni itt lehetnék, nem tudom, este tízig is. Szóval nagyon sok minden lesz. Szerintem gyertek, mert hát most sok változás lehet hozni. Az túl egyébként most itt néztem, és azon gondolkodom, hogy ez nem vannak a testvokás. Ezt nézzétek, így néz ki a naptárunk egészen. <laughs> nincs hány nap amikor nincs semmi, 6 nincsen semmi, 10-én, de ez se igaz, mert akkor meg jövünk haza, a Bingutam folyamról, hogy Igen. Legyen. Tehát, hogy 10 tizenegyedikén, 11 tizenhét, 17. 28-29, az összes többi nap van valami programunk. Ez szerettem volna szervezni még júniusban egy ilyen business webinárt, ilyen business témában, meg is van már a címe, de aztán láttam, hát mondom, ez a hónap már fullos, szóval július legelején lesz majd, de szerintem júliusban is lesz csomó program, ugye bár lesz Nikoletnek és Brandonnak egy ingyenes sorozata, nem sokára lesz ahhoz ingyenes Facebook Live, szóval ezek, amik most programok lesznek, ezeknek a Java része azért ingyenes. Ingyenes, 80 szóval a Szóval Úgyhogy gyertek mindegyikre. Brendonnal lesz egy szuper sorozatunk majd, egy telekorsorozat, az is teljesen ingyenes lesz, ez hozzá magyar tolmácsolás, és annak lesz egy Még -ja. Mégpedig, ez már is jövő mondom, héten. jövő héten, 14-én, a után, utáni napon, mert Dr. Dén hírrel 13-án fogok öm, könyvklubozni, és 14-én este pedig öm, arról fogunk beszélgetni Brendonnal, hogy sosem késő újraindítani az életed. Mm -hmm. Úgyhogy rengeteg ingyenes programunk lesz most júniusban, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk, és ne felejtjetek, hogy minden szerdán 4 órakor, és minden vasárnap 6-kor kijön az új podcast epizódunk, úgyhogy heti két podcastünk is van a nikolát.com podcaston, az egyik az enyém, a másik a Kriszi. Igen, meg még lehet, hogy sokan nem tudtok róla, de ugye bár a brilliáns prótakságban, meg a Maxban Nikolát már évek óta csinál napi hanganyagot, és például a bizniszem belül ott heti hanganyag volt, de már ott is átálltunk most június 1-től a napi hanganyagra. Szóval, ha valaki még, még benne van valamilyen programban, vagy például benne van a Max no aztán az abszolút Rakendról, hogy ott mennyi érdeklődik. Azoknak szóval, tártalomban... az embereknek nincs is idejük dolgozni, mert ők egész, nem csak hanganyagot hallgatnak. Yeah. <laughs> hát mondjam, szóval hogy mostok. Igen. Jaj, de jó, meg is osztottátok, Igen, itt vannak a júniusi programjaink. Lehet, hogy kimásolom ezt, ezt, ezt lehet így kopizni vajon? Hát, Ide de. kirakom. rakom, Hát ez így nem néz ki jó. Ah. Nyilv, nyilv. Mert lehet csinálunk ilyen nézét rövid linket, hogy például nikolett.comper per programok, és ez mindig átvisz az éppen aktuális izékre. Na, az nagyon jó. És hangzik. akkor ezt majd így el tudjuk mondani. Majd megcsinálom akkor. Hát még egyszer gratulálunk akkor Faix Andreának. Várunk téged a Being You tanfolyamon. Nektek nagyon köszönjük, hogy ilyen lelkesek voltatok, meg itt voltatok velünk, és Reméljük, hogy hamarosan találkozunk. Egyébként egy szuper hír, hogy elindítjuk a saját rócsónkat, ami, ha minden igaz, akkor totálisan ingyenes lesz. Az lesz a neve, hogy... Tudatosság rócsó. <laughs> és el fogunk menni Magyarországon mindenféle nagyvárosba, és ingyen lehet jönni ezekre az alkalmakra. Regisztrációhoz lesz kötve, mert hát nyilván a helyek limitáltak lesznek, de igyekszünk valami nagy sportcsarnokot kibérelni, és ott várunk majd benneteket, ezeknek a részleteivel is hamarosan érkezünk, még a csapat dolgozik rajta ezerrel. És majd gyertek csapatosan, szóval ez direkt Igen. azért is tervezzük így, megtervezik a csajok, meg én mikor által, hogy tényleg nem csak az, hogy ja, akkor nem tudom, eljön egy valaki, hanem nyugodtan gyertek hozzátok az egész családot, gyerekeket, egész családot. mindenkit. Nagyon szuper. Nagy nagyon köszi, Andi. Köszi, köszi. Hát mi is nagyon várjuk a többieket. Holnap fognak érkezni. Látom, a virág is írja már, hogy holnap találkozunk. Hát nagyon várunk virág a nyukáddal együtt. <laughs> És hát rengeteg minden vár ránk, szóval ezerrel dolgozunk. őszintén már decemberig tele van a naptárunk, ti még nem tudjátok, mert próbálunk mindig csak egy keveset megosztani hogy ne zavarjunk össze benneteket, mindig egy hónapra előre, vagy egy hónapra előre osztjuk meg a dolgokat de egy csomó mindennel készülünk az őszre is, lesz egy-két szenzációs meglepetésünk a számotokra, úgyhogy szerintem izgalmas Dúdva. lesz az év hátralévő része. Nagyon köszi! Köszönjük! Jó pihenést jó hétvégét! Mi belevágunk holnap a Bingy után folyamba, és hogyha van kedvetek, akkor még jártek velünk, mert szerintem úgyis át lehet élni ezt a jó kis energiát. Meg már nagyon várjuk a csapatot, meg hogy az eltöltünk töltsük. Mert már egy csajok minden Veronában kis... van vannak, a csa... ne. csajok, Veronában vagytok? Ma írjátok meg! <laughs> Igen, a csajok belekerültek a um, torlódások morfogenetikus mezőjébe, és szegények három órát álltak az autópályán, de hát mi ebben az ajándék? Úgyhogy ők is hamarosan megérkeznek, a Berni és a Tomi már Kazábor Borgónéban van, mi meg holnap megyünk tovább Krisztel, mi itt vagyunk Szirmionéban a Gardató partján, egyébként itt kicsit inkább itt a countryside-on, egy ilyen golf Pályán. Golf resortnak. Hívják. hívják. Ilyen nagyon gyönyörű golfpályák vannak itt körben, meg ami a jó, hogy nyugi van, mert ma voltunk uh, Szirmionében, hát én kezdtem no. lejönni az életről egy ilyen. Nagyon sokan voltak, úristen, megmozzul is lehetett, én nagyon pici kis szűk utcák, és megtelt Szirmiona, megtelt official. Uh -huh. Csak Krisztel visszamenekültünk ide a természetbe, hogy csicseregnek a uh -huh. madarak. Ja, és egyébként az volt a tervünk, hogy ezt a live-ot kintről csináljuk a teraszról, de hát mikor nyírják a füvet? Most! És most, már hogy a live előtt konkrétan, Egy itt percet. a ablak alatt nyírták a füvet, és amint elindult a live, akkor csend van. És az nyilván az jó, csak lehetünk volna rendes fénybe Mint is, kint is a friss retesem. levegőn, de véget Annyi. ér majd a live, aztán megyünk ki. Hát nagyon köszi még egyszer, legyen uh, csodás uh, estétek, és akivel találkozunk holnap, nagyon-nagyon várjuk, akivel pedig nem nektek minden csodásat, jó hétvégét nektek, és jelentkezünk hamarosan valami izgalmas dologgal, jövő héten pedig várunk benneteket dr. Dén Hírrel, meg Brendonnal a live-on, illetve a könyvflubon. Sziasztok! Sziasztok!